Köszöntöm nézőinket, önök a Tellera magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mikkel készültünk a következő percekre. A 2023-as programtervekről számoltak be a helyi szervezetek. Megtartotta a tavaszi nagy koncertjét a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar. Főként portrékat és állatábrázolásokat rajzol Acsádi Vivian. Egymás után nyerik az érmeket a Tolnai Tanren Karate Egyesület sportolói. Tolnán újra megrendezték a civil szervezetek éves kerekasztal beszélgetését. Az eseményen csaknem 20 egyesület képviselői adtak számot a 2022-es esztendőben megvalósított programjaikról. Emellett ismertették az idei évre tervezett rendezvényeket is. Tolnaváros önkormányzatának Humán Bizottsága minden évben meghívja a településen működő civil szervezetek vezetőit, képviselőit. Ez idén sem történt másként. Az egyesületek ilyenkor többek között beszámolnak az éves programtervükről, és a meglátásaikat, esetleges problémáikat is megtárgyalják. A Tolnavárosi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság röviden tovább 1991-ben alakult, megközelítőleg 35 fűvel működik az egyesület. Célunk az, hogy jól érezzük magunkat, nagyon egyszerű. Tehát nem akarjuk túlspirázni se ezt a szerveződést, de jól érezzük magunkat egymással és egy közösségi élmény. A tavalyi évünk az sikeresnek mondható, biciklitúrák, illetve gyalogtúrák voltak jó pár. Amit igazából ki tudok emelni, az a külföldi kerékpártúránk, Prágától Dresdáig voltunk az Elba partján. Nagyon jól sikerült, gyönyörű időnk volt, és egészségben, épségben, és jó kedvben megúsztuk az egészet, úgyhogy nagyon jól sikerült. Idén gyakorlatilag hasonló a programunk, mint a tavalyi, szintén gyalogtúrák és biciklitúrák. Ami kiemelt lenne, az nyáron Gyulára megyünk, Gyulán autókkal, bicikliket a csomagtartón, illetve az utánfutón szoktuk vinni, és gyakorlatilag onnan csillagtúrázzunk a különböző nevezetességek irányába. A kerekasztal beszélgetés során a legtöbbször felmerülő téma az utánpótlás hiánya volt, aminek következtében a már 50 éve működő Mözsi Bartók Béla női kar is befejezi tevékenységét. A 2022-es év az egy rendkívül gazdag év volt munkámban, sikerekben, mindenben, és ez nagyon jól jött, mert az előző két év a pandémia miatt sajnos eléggé szétzilálta az egyesületet, és a 22-es év az arra szolgált, hogy egy kicsit újraépítsük magunkat, és az újraépítés ez nagyon jól sikerült, és ez megnyilvánult az 50 éves jubileumunkban, hiszen október 1-én ünnepeltük a zenevilágnapján a kórus 50 éves évfordulóját. És most fáj a szívvel azért, de el kell mondani, hogy tulajdonképpen a kórus, tehát abban a formációban, hogy 50 éven keresztül működött, az befejezte a tevékenységét. Ezt a november 19-i Erzsébet misén jelentettük be, ott még rendkívül gazdag és szép programmal szerepeltünk, és hálásak voltunk az egyháznak, hiszen az elmúlt 50 évben nagyon-nagyon sok rendezvényünket tartottuk ott, talán a városban a legtöbbet. Egyrészt a templom hangulata, és az a hozzáállás, amit a katolikus egyház tanúsított felénk, és szerintem nekik is nyeremény volt, hiszen nagyon sok olyan embert bevonzottunk a templomba, aki egyébként nem templomba járó. Tehát így a tevékenységet, mint kórus, sajnálattal, de befejeztük. Elmondtam itt a fórumon, hogy alapvetően a legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt utánpótlás. Mondta, a kórus jubiláló 30 tagjából 10 fő volt, aki 60 év alatti, a többi sajnos 60 év feletti. És minden próbálkozásunk ellenére nem tudtunk fiatalítani. És ez sajnos, és mi magunk is, tehát a meglévő társadalom, mert nem tudtunk megújulni, és ezt a karnagyasszony is látta, és egyébként is 5 évet vállalt annak idején a korábbi karnagy után, és ebből 15-öt végig csinált velünk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát ezt már meg is köszöntük.
és hát így befejeztük. Ami jó hír viszont, hogy az egyesület nem szűnik meg teljesen. Miután ez egy nagyon jó közösség volt, nagyon jó családi, baráti, hiszen 50 év alatt hát Európa szinte azt lehet mondani minden országában, talán Svájcban nem voltunk, másutt mindenütt voltunk. Volt, amikor a férjek is jöttek, szóval rengeteg olyan élményünk van, ami emlékezetes volt, és úgy összetartotta a társágot, és most úgy döntöttünk, hogy maradunk. Majd valamilyen formában átalakulunk, amit az alapszabály, a civil törvény, egyesülési törvény lehetőséget ad, és azért majd tartunk közös rendezvényeket, és látogatjuk azokat a rendezvényeket, amit a többi civil csoport szervez. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy maradunk egyelőre, és majd meglátjuk, az élet mit hoz. Baksainé Kenesei Éva, a Humán Bizottság elnöke elmondta, hogy egy település életében gyakorlatilag nélkülözhetetlen a civil szervezetek munkája. Azért tartjuk meg ezt, hogy találkozzunk, mindenki elmondhassa a programjait, és melyek azok a programok, amelyek a város számára és a többi civil szervezet számára is nyitottak, és hogy megbeszélhessük örömeinket, gondjainkat. Nagyon jó érzés van bennem a mai találkozót követően is, mert tényleg annyi érték került felszínre, mit ugye az ember nem is tud, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy elmondhassák a civil szervezetek vezetői, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkoznak, mivel tudjuk segíteni a másik egyesületet, mivel tudunk segíteni például a TOK-nak a különböző programokon való részvétele. Tehát ez egy olyan kincses láda ilyenkor, amikor találkozunk. Azonban nincs egyszerű dolga napjainkban az egyesületeknek. Úgymond kiöregszik az egyesületeknek a tagsága. Zömében, hát akik itt voltak, hallották, 15, 20, 25, 30, 50 éves egyesületünk is van. Tehát most ha azt teszem, hogy 20 évesen belépett az egyesületbe mondjuk, vagy 30, na akkor az már 80-hoz közelít, hogyha 30 éves korában, tehát nagy probléma, hogy nagyon nehéz megszólítani a fiatalokat, tehát így van az utánpótlás kialakítása, a vezetők pótlása, hogyha már úgymond kiöregszik annak a civil szervezetnek a vezetője, tehát ezek komoly problémák, mert tudok olyanról, hogy úgymond meghalt az egyesület, nem tud tovább működni, mert nincsen vezetője. Tolnán jelenleg több mint 50 civil szervezet működik. Az önkormányzatnak a meghosszabbított kezei meg, tehát nem lehet elképzelni egy város civilek nélkül. Ezek önszerveződő közösségek, különböző értékek mentén, ahány szervezet, annyiféle úgymond értéke van, és azért ezt senki nem tagadhatja le, hogyha bárhol valami baj van, vagy gond van, kihez fordulnak először? Civilekhez. Tehát lásd a példát ukrajnai háború kapcsán, és az első volt, akik megmozdultak a civilek, de nem csak a háború kapcsán, bármi. Voltunk mi is annak idején Bátán árvíznél segíteni, homokzsákokat raktak a fiaink, szóval a civilek mindig megtalálhatók, és ingyen és bérmentve. 50 fölötti a működő civil szervezetek száma, most 20-an számoltak be a tevékenységünk, de nyilván, tehát vannak, akiknek nem jók az időpontok bizonyos más elfoglaltság miatt, de megtaláljuk mindig azokat a csatornákat, ahol információt tudunk áramoltatni, vagy kérést, vagy viszont kérést, tehát ez megoldható. Megtartott a tavaszi nagy koncertjét a tolnai ifjúsági fúvós zenekar. A rendezvény rekordot döntött, ugyanis most játszotta a legtöbb muzsikus az együttesben egyszerre. Összesen 60 zenész működött közre a produkcióban. Ismét megtelt a tolnai kulturális központ, ugyanis csak nem fél ezren voltak kíváncsiak a tolnai ifjúsági fúvott zenekar tavaszi koncertjére. Most ennek tavaszi koncert címet adtunk. Ennek az apropója az, hogy ugye mindig tematikus koncerteket rendezünk.
de most ezen a koncerten be fogunk mutatni egy Magyarországon először hallható művet, ezt André Álvarez írta, Beltán a címe, és ez egy tavaszköszöntő kelta rituálé megzenésített verziója, úgyhogy igazából ez inspirálta. Hát lesznek kifejezetten fúvózenekari darabok, de hát a filmzene szerelmeseinek is készültünk egy kis Narnia krónikáival, illetve egy Batman feldolgozással. A karmester azt mondja, a zenészekkel már szeptemberben elkezdték a felkészülést a koncertre. Elég komoly műsort játszunk, úgyhogy kell ennyi idő, hogy tényleg összeálljon. Ami nagyon különleges még a mai napban, hogy szeptemberben létrejött egy utánpótlás zenekar is, és most ők is fel fognak lépni első alkalommal. Aminek köszönhetően 60 muzsikus működött közre a produkcióban. Az év azonban csak most kezdődött, és még több izgalmas programot tartogat számunkra a zenekar. Szeretnénk megrendezni a Brass Vegas Fesztivált, az ugye szeptember első hétvégén várható. Most valószínűleg csak egy napos lesz, szeptember 2-a szombat, illetve hát majd télen szeretnénk még egy nagy koncertet tartani. A koncerten köszöntötték a jubilláló tagokat is, idén már 10 éve annak, hogy Rácz Tibor, Létai Péter és Steinbach Luca a zenekarban muzsikál, emellett tradíció az év zenésze elismerésének átadása is. A díjat ebben az esztendőben Fazekas Eszter érdemelte ki. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Főként portrékat és állatábrázolásokat rajzol a tolnai Acsádi Vivien. Az alkotó sokak számára lehet ismerős a városban és annak környékén, hiszen ő a helyi Vosinszky Mor általános iskola és alapfokú művészeti iskola iskolatitkára. A munkáiból nyílt tárlat május 20-áig látogatható a Magházban.
portrékat szeretek rajzolni, de van egy-két állat, macskákat, kutyákat, lovakat rajzolok, és szeretem a fantazi elemeket is, úgyhogy az is megjelenik itt a kiállításon. Legfőképpen grafittal, ugye a legtöbb rajzom az grafittal készül, a többi olajceruzával, de ismerkedek az akvarelceruzával is. Most már nem abban a korosztályban tartozok, ahol még indítanának ilyen rajzpályázatot, úgyhogy így még ebben nem gondolkodtam, de vállaltam már úgy rajzolást, hogy küldtek képet, és akkor családtagokról rajzoltam már másnak. Gyerekkoromban is nagyon szerettem rajzolni, és akkor így a szüleim beirattak Szekszárdra Garai János Általános Iskolába, ott rajztagozaton tanultam. Tovább is akartam menni, csak nem úgy hozta az élet, úgyhogy így választottam a szekszárdi Ady Endre iskolát, és akkor ott informatikát tanultam, de mindig az életem része volt a rajzolás, és mindig visszatértem ehhez. Most szeretnék megismerkedni a digitális rajzolással, csak ugye hát ez eszközök feltétele, és akkor azt szeretném majd tovább. Igazából a Wednesday, ugye, azt az elég jó lett, szerintem. De a nagypapámról is készült egy kép, amit nagyon szeretek, és azt ajándékba készítettem a nagymamámnak, úgyhogy tőle kértem el. Általában ugye híres embereket rajzolok, de a barátnőmmel elkezdtünk egy rajzos kihívást, és akkor ott meg van szabva, hogy 52 héten keresztül milyen témában kell rajzolni, és akkor a legtöbb rajz ahhoz készült, és ott minden héten új feladat van. Egymás után nyerik az érmeket a Tolnai Tanren Karate Egyesület sportolói, akik mostanra már közel 500-an vannak. Stábunk egy edzésükre látogatott ki. Lázas munka folyik a Tolnai Tanren Karate Egyesület sportszékházi termében. A fiatalok hétről hétre keményen edzenek, aminek meg is van az eredménye. A legelső versenyünk az
Egy picit későn kezdtük el a versenyzést, ugye itt voltak ilyen egészségügyi problémák, és a tatami kupával indítottunk, ez egy nemzetközi verseny volt itt Magyarországon. Ezt követően már mentünk az SK és SK Dion Stílus Szövetségnek az EB-jére. Onnan megjöttünk ugye egész jó eredménnyel, mondhatom, hiszen szinte minden tanítványom éremmel zárt, és akkor most múlt héten tartottunk egy ilyen lazítós hétvégét, oda az egész piciket, a kezdőket, a fehérövesseimet vittem el Bártaszékre, a regionális tavaszváró bajnokságra. Ugye hát a Bártaszéki Karate Klubnak a hírneve az most már ismert itt a környéken, és Nagy Ákos barátom, nyugodtan mondhatom, hogy barátom, hogy nagyon régi kapcsolat ez már Ákossal, mi 7 évet a főiskolára is együtt jártunk, tehát nagyon régóta ismerjük egymást. Tehát barátomhoz meghívásra mentünk el a regionális bajnokságra, ide 10 gyerkőcöt vittem le összesen. Nagyon örültek, nagyon boldogok voltak, hiszen minden gyerek én nyakába érem került. Ákos és a csapata, így kell mondom, hiszen egy stábbal dolgozik, nagyon kitett magáért, mert tényleg az egyedi érmek, oklevelek, egy nagyon barátságos és nagyon professzionális szervezésű versenynek voltunk a szemtanúi. Úgyhogy ott voltunk, most jövő héten készülünk az Ipponsobó Diákolimpiára. Ugye ez egy régebbi versenyszabálynak a megrendezett diákolimpiai rendszer. Itt is közel egy 400 versenyzővel számolunk, hogy jelenleg annyian vesznek részt. Azt követő hétvégén van a WKF Magyar Bajnokság, ott 2 napban vagyunk érintettek, szombat-vasárnap. Ugye első nap az U14 felettiek vannak, kadett júnior felnőttek, és akkor a vasárnap pedig az U14-esekkel megyünk el. Akkor következő hétvégén megint lazítunk egyet, és akkor május 20-án pedig a Fudokán szervezetnek van az országos bajnoksága. Igazándiból így a versenyszezon nagyjából le is jár, de a múlt héten meghívást kaptunk június 3-ára Csömörön egy ilyen évzáró barátságos suli kupára, ahova megint csak fehéröves gyerekekkel tervezek elmenni. A városban közel 500-an járnak rendszeresen Shotokan karate edzésekre. A sportág egyre népszerűbb, ezért is tekinti az egyesületet kiemelt partnernek a helyi városvezetés. Itt körülbelül hozzávetőlegesen most jelenleg a picikkel egy ilyen 30 fővel számolok, illetve a középhaladó csoportban egy ilyen 13-14 fő, tehát úgy azt mondjam, hogy 40-45 fő között dolgozunk. Faddon ugyanígy van egy versenyzőcsoportom, meg egy utánpótlás csoportom, ez egy satszper, körülbelül ott is egy ilyen 30-35 fő, tehát azt mondom, hogy durván egy 70 fő az, aki a két klubban nálam, az én kezem alatt tevékenykedik és folytatja ezt a nemes sporttevékenységet. Olaszországban voltunk, Kmitében, első lettem Ipponsobuban, és 12-13-ban indultam, és megnyertem a versenyszámot, és ilyen 7-szer mentem nagyjából, és mindegyiket sikeresen megnyertem. Régen kezdődött, mert hogy nagyon bántották a bátyámat, és hogy apukám egyszer elhozott minket egy edzésre megnézni, hogy hogyan kéne, és azt mondta a bátyám, hogy ő neki nagyon tetszett, és mondtam, hogy nekem is nagyon megtetszett, és inkább a karaté, tehát hogy így inkább nagyon megtetszett, és így mondtam, hogy én is szeretnék karatézni. Nagyon sokáig el szeretnék jutni, még feketeövesig biztos, és nagyon szeretnék jutni egy olimpiai bajnokságra. Baliéknál a karaté már a féle családi hagyomány. Ervin fia, Levente ugyanis nemrégen az úgynevezett SKS-SKDUN stílusszövetségi Európa bajnokságról tért haza aranyéremmel a nyakában. Nagyon jól éreztem magam, ez az első, legnagyobb érem. Ugye Ipponsobuba aranyéremmel szereztem, Szamosóba meg ezüstéremmel. Ugye a világbajnokságon fordító volt ugye, de most szerencsésen ez lett a vége ugye. Úgy volt a meccsek, hogy 1-0-ra volt egy lengyel ellen, azt megnyertem 1-0-ra, és utána döntőben 2-0-ra megnyertem, és úgy lettem első, ugye 3-an voltunk a kategóriámban. A Szamosóban meg a döntőben meg ugye, hát elég sokra kikaptam, nem is tudom az eredményt, de hát nekem az első hely is nagyon jó. Kortól és nemtől függetlenül mindenkinek érdemes elkezdenie karatéval foglalkozni, aki fejleszteni akarja a mozgástechnikáját és az önfegyelmét. Mindenki megtalálja azt a fajta mozgásanyagot, amivel az ő testi és lelki adottságainak
van lehetett, és lelki adottságaival ki tud bontakozni, és hogy maximálisan jól tudja magát érezni. Már vannak 5 éveseim, bár most idén már nincsen óvis csoportom, 2 éve nem működtetek óvis csoportot, nekem is a munkai elfoglaltság, amiért sajnos nem fér már bele az időmbe, de előtte dolgoztam 2 óvis csoporttal, az hetente 30-35 óvis volt, meg egy pár ősz hajszál, de imádtam őket, nagyon aranyosak voltak. Én azt gondolom, hogy 5 éves kortól már érdemes belevágni, és szerintem mindenki meg tudja találni magának azt a fajta érzést, amit a karate tud adni. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!